Sziasztok, Janka vagyok, és lehet, hogy már találkoztunk TikTokon, ugyanis van egy tudománynépszerűsítő TikTok csatornám, aminek az a neve, hogy Csak Azért Is. Azért Csak Azért Is, mert én csak azért is szeretnék TikTokon tudománynépszerűsíteni, és hát sajnos az első csatornámat bizony letiltották robbangatások miatt, de én csak azért is elhatároztam, hogy újra próbálkozok. Innen ered a csatornám neve. Annak ellenére, hogy elhatározom, hogy én csak azért is tudománynépszerűsítek, bizony néha beleakadok újabb és újabb letiltásokba, ezért TikTokon az igazán látványos menő, robbangatós, füstös kísérleteket annyira nem tudom megcsinálni, ezért elhatároztuk, hogy ne maradjatok ki a jobbból, létrehozunk egy külön kis adássorozatot, ahol azokat a videókat fogjuk bemutatni, amiket TikTokon nem tudnék. Ezeket a kísérleteket kivételesen nem egyedül fogom megcsinálni, hanem egy régi, kedves gimnazista koromból származó barátommal, aki akár terrorista is lehetne, de egyébként nem közveszélyes, bár rám nézve majdnem az volt, amikor kiderült, hogy mérget adott szülinapomra, de mentségére szóljon, jó fej volt, és szólt, hogy amúgy ne egyen meg. Rólam a TikTokon folytatott tudománykommunikációs tevékenységemen kívül azt érdemes tudni, hogy alapvetően fizikus vagyok, én a gazdaságinformatikára mentem tovább, és most jelenleg ott vagyok harmadéves hallgató. Mindig is szívem csücske volt az oktatás és tudománynépszerűsítés. Gimis koromban három sráccal megalapítottuk először a Tudásó nevű tudománykommunikációs csoportot, aztán fizika szak alatt alapítottam a tudományos pikniket. Velük havi rendszerességgel tudományos meetupokat, workshopokat, nagyon menő nyári táborokat szerveztünk, csak aztán jött a Covid, megölte szegény kis projektet, de nem szomorkodtam annyira sokáig, ugyanis tavaly, március 13-án alapítottam az Oktondit, aminek azóta is az elnöke lehetek. Ezen felül az MCC-ben innovációs szakértő lehetek, és a Corvinus Innovációs Kutatóközpontban pedig tudományos nagykövet. Természetesen az időm nagy részében robbangatok, de amikor épp nem azt csinálom, akkor nagyon szeretek olvasni vagy kávézni, nagyon-nagyon-nagyon szeretem a jó kávét.